Szervusz, Túróci Ákos vagyok, és egy nagyon frankó kis dologgal készültem neked. Ha vannak ügyfeleid, és szeretnél korlátokat, kerítéseket beépíteni, de nincs hozzá gyártói kapacitásod, vagy nem szeretnél ezzel foglalkozni, vagy egyszerűen szeretnéd, hogy olyan minőségű termékeket tudjál beépíteni, amit mi is beépítünk, akkor nincs más dolgod, csak megkeresni minket, és egyeztessünk erről a dologról, és készítsünk egy folyamatos, legyen egy folyamatos kapcsolat közöttünk. Hogy miért éri meg ez neked? Igazából erről szeretném most beszélni pár mondatban. Először is nem kell megépíteni egy műhelyt. Ugye ez egy szenzációs dolog, én úgy gondolom, hogy mi most beruházunk egy új műhelybe, hát hagyd ne mondjam, az előző videóban nagyjából kifejtettem, hogy milyen költség vonzata van egy ilyen dolognak, tehát 100 milliós nagyságrendű beruházásról beszélünk, ez kell ahhoz, hogy saját műhelyed legyen, saját eszközparkkal elkezdje a minőségben dolgozni, hogy ez tényleg piacképes legyen. Mi ezt a rendelkezésedre bocsátjuk. Most épül meg az új műhelyünk, lesznek benne szakképzett kollégák, ugye most is vannak, csak ugye átköltözünk egy másik műhelybe. Tehát ami az ajtón kijön, az garantáltan olyan lesz, amit te is felvállalhatsz egészen nyugodtan. Nem kell beruháznod eszközökbe. Ez is egy óriási dolog, én úgy gondolom, ugyanis a műhelyben, ugye már eleve, a mi műhelyünkben ugye eleve föl van szerelve, tehát az összes csőcsiszológép, laposval zárt szelvénycsiszológépek, szálcsiszológépek, fúrómarógépek, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az a munka, amit majd megkapsz tőlünk, az tökéletes minőségben készüljön el, illetve olyan kollégák is vannak nyilván, akik erre képesek. Tehát maga az eszközbeszerzéssel sem kell foglalkoznod, nem kell megvenned több millió forinti esztergagépeket, néhány millió forinti fűrészgépeket, aztán néhány száz és vagy néhány millió forintért hegesztőgépeket, hanem gyakorlatilag az ajtón kiviszed a zárót, és már szerelheted is föl olyan minőségben, hogy az kiváló lesz, tényleg nem lesz vele semmi problémád, az garantálom, hogy ami tőlünk kimegy, az első osztályú minőség. Nem kell embereket fenntartod a gyártáshoz. Hát ez is egy óriási dolog szerintem, ugye? Tehát mégis. Tehát nem kell alkalmazottakat foglalkoztatnod, nem kell 4-5 alkalmazottat azért a műhelybe tartanod, hogy folyamatosan tudjon neked gyártani. Ugyanis ahhoz, hogy te napi szinten őt tudjál szerelni, ahhoz ugye minden nap le kell gyártani legalább egy terméket, és ez általában attól függ, hogy mennyire bonyolult a munka, legalább 2 vagy 3 ember szükséges ahhoz, hogy folyamatosan tudjon egy gyártást biztosítani. Ugyanis neked az a célod, én úgy gondolom, vagy legalábbis nekünk az a célunk, és ez nálunk nagyon jól működik, hogy csak szereljünk, tehát folyamatosan szereljünk. Neked is az lenne a dolgod, hogy csak szereljél, tehát semmiféle műhely munkára nincsen szükséged, megmondod, hogy mit szeretnél, mi azt legyártjuk, kiviszed az ajtón, és már építed is be. És másnap, mikor jössz a következő áruért, ott fog várni téged a sarokba, és már viheted is kifele szerelni. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal jobban fog téged elősegíteni, sokkal gyorsabban tudsz termelni, sokkal hamarabb fogsz pénzhez jutni. Ugye az az idő, amit a műhelyben a gyártással töltenél, azt töltheted akár szereléssel is. Nyilván a mi termékünknek az árát meg tudod pluszolni, egy picit rá tudsz emelni, úgy van az árésünk meghatározva, hogy erre legyen lehetőséged, tehát a mi szerelési árunkhoz képest tudsz egy különbözetet tartani, akár még olcsóban is tudsz szerelni, mint mi, tehát mi a cégen belül, tehát akár még konkurencia is lehet belőled, de nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy együtt tudjunk dolgozni. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen egy nagyon jó profittal tudod ezeket a termékeket majd beépíteni, illetve nem kell azon aggódnod, hogy ennek bármilyen minőségi probléma lesz, ugyanis ott lesz mögötted egy műhely, ott lesz mögötted egy csapat, aki segít ebben neked, hogy minden a lehető legjobban működjen, és a lehető legfrappánsabban, leggyorsabban legyen megoldva. Ameddig gyártasz, addig beépíthetnél is. Az előbb már ugye mondtam, de ugye ezt kihangsúlyozom, hogy gondolj bele abba, hogy amikor van egy munka, egy megrendelésed, mondjuk 2 napig gyártasz benne a műhelyedbe, és utána mondjuk 1 napig szerelsz, vagy akár lehet, hogy 1 hétig is gyártasz benne a műhelyedbe, és utána tudsz szerelni. Ugye hiába, nyilván valamit tudsz spórolni a szerelésen, de hidd el, nem annyit, mert mi jóval gyorsabban legyártjuk, sokkal hamarabb, sokkal jobb minőségben le tudjuk készíteni, mint az, akinek mondjuk nincsen meg az eszközparkja, mint nekünk. Tehát nyilván akinek megvan, az hasonló teljesítménye, hasonló sebessége, hasonló minőségben tud dolgozni, de ha még neked erre nincsen lehetőséged, nincsen több 10 millióért nincsen eszközpark mögötted, amivel azt a minőségű terméket le tudod gyártani, akkor egyértelmű, hogy sokkal jobb neked az, hogyha
legyártjuk mi a terméket, és te viszed kifele, ahogy az előbb is mondtam, akár napi szinten tudunk neked terméket biztosítani, megmondod, mit gyártsunk le, és az ott lesz az ajtóban, tehát folyamatosan fogod tudni szerelni a termékeidet, annak el tudod kérni a napi díját, rá tudsz emelni, tehát én úgy gondolom, hogy sokkal termelékenyebben, sokkal hamarabb fogsz pénzhez jutni, mintha arra szállnád rá az időt, hogy mondjuk egy csekélyebb eszközparkkal, nem annyira jó szerszámokkal, sokkal lassabban tudnál legyártani egy adott terméket, az az időveszteség, amit ott elvesztesz, ha azt a szerelésre fordítod, én úgy gondolom, hogy sokkal jobban fogsz haladni. Ugye magához a szereléshez mire van szükség? Igazából egy személygépjárműre, alapvető szerszámokra, hegesztőgépre. Tehát az a beruházás, ami mondjuk egy gépjárműben van, meg ami egy műhelyben van, az óriási különbség, tehát több millió forint, több 10 millió forintban mérhető. De én azt mondom, hogy nagyjából egy szerelős autót egy olyan 2 millió forintból nagyon szépen, kényelmesen föl lehet szerelni. Nyilván az autó értékeben nincsen benne, maga az eszköz, ami szükség az, hogy ez tényleg azt a munkát, amit kiviszel, azt legalább olyan minőségbe tudjad felszerelni, mint mondjuk mi. Én garantálom a minőséget. Mondhatjuk, hogy a fémdekort szeretném, vagy hát már mondhatjuk azt, hogy egy márkává nőtte ki magát. Amikor azt mondja valaki, hogy a fémdekor Kft. Készítette terméket, akkor én úgy gondolom, hogy most már eljutottunk arra a szintre, hogy mindenki tudja, miről van szó. Egyre jobban haladunk-e fele, hogy tényleg én azt mondom, hogy egyre ismertebbek leszünk. Nyugodtan mondhatod, hogy mi gyártjuk le a terméket, amit te beépítesz. Nyilván ne közd össze a céget, amilyen kell. Mondasz, hogy te beépíted ezt a terméket, úgy, amit megvásárolod, mint bárhol máshol. De az a minőség, amit tőlünk elviszel, én úgy gondolom, hogy büszkén mondhatod, hogy ez fémdekor minőségbe fog beépülni, vagy legalábbis a termék maga olyan minőségű lesz. Erre garanciát is tudok nyilván adni. 3 év garancia van minden termékünkre, de gyakorlatilag a rozsdamentes alkatrészekkel van óriási probléma, nem lehet. Ha bármilyen gond van, jössz garanciába, cseréljük, ha bármiben megakadsz, jössz és segítünk, megoldjuk, átalakítjuk. Tehát mindenféleképpen lesz megoldás. Ha valami egyedibe dologba botlasz bele, amit úgy gondolod, hogy nem tudsz megoldani, abban is segítünk. Nálunk azért két tervező is van, ugye köztük én, akik tudunk technikai segítséget is nyújtani. Tehát nem lehet olyan probléma, nem ütködhet, nem lehet egy olyan helyzet, nem kerülhetsz egy olyan helyzetbe, amiből nem tudsz jól kikeveredni, vagy amire nem fogunk tudni neked megoldásra szolgálni. Mindenképpen mindenféle technikai segítséget megadunk azoknak a partnereinknek, akik velünk együtt dolgoznak, mi termékeinket vásárolják meg, mi terméket építik be, és hülyek is hozzánk, tehát folyamatosan tőlünk vásárolnak, ez egy nagyon fontos szempont. Tehát mindig tőlünk vásároljál, és akkor tényleg ott leszünk mögötted, és bármiben segítünk, amire esetleg szükséged lehet, meg fogjuk oldani, ebben egészen biztos vagyok. Most már csak arról kell beszélnünk, hogy mit kell tenned, igazából semmi különöset. Vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben, írd meg, hogy te szeretnél a partnerünk lenni, szeretnél beépíteni a termékeinket. Vannak ügyfeleid, akikkel nagyjából beszéljünk meg, hogy milyen rendszerességgel szeretnél nálunk vásárolni. Az első vásárlások függvényében tudunk neked egy kedvezményt is adni a termékeink árából, amivel folyamatosan számolhatsz. Mint mondtam, ott leszünk mögötted, teli mellkassal, segítünk, amiben csak tudunk, hisz érdekünk az, hogy neked menjen a szekér, ugyanis ha neked megy a szekér, akkor nekünk is menni fog a szekér, ugyanis te tőlünk fogsz vásárolni, tehát nincsen kérdés abban, hogy mi nem szívesen segítünk, minden segítséget meg fogsz kapni tőlünk ahhoz, hogy a munkádat a lehető legjobb minőségben tudjad beépíteni. Úgyhogy keressél e-mailben, az info@fémdekor.hu címre írjál egy pár sort, menj fel a weboldalunkra, keresd meg a kapcsolatmenetet, és ott is megtalálsz minket, ott is ott vannak az elérhetőségeink. Beszéljünk, és akkor hajrá, nyomjuk együtt. Reméljük, hogy hosszú távú kapcsolat lesz köztünk. Én abba bízok, hogy ez így lesz, és nyilván efele fogok menni, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hosszú távon tudjunk együtt dolgozni. Úgyhogy hajrá, szervusz, és hívjál minket. Szia!